Pronto. Kit keres? Ja, már megint ön? Micsoda? Már elnézést, körmöket szeretne? Úristen, így korán reggel. Korán reggel, ilyesmiben. Zsuzsika, hát vendét. De most hozzám jött. Mutasd az ujjait. Mit szeretne rá? És milyen szín? Hát, nem tudom. Nem szoktam. Én nem szoktam ilyesmit, hogy most... Én emlékszek önre. Aha. És még mit? Ezeket a gélkörmöket szeretne. Már ne haragudjon, hogy így rákérdezek, de van pénz? Ki tudja fizetni? Uh-huh. Ups. És miért pont hozzám jött? Figyelj, te nem érsz rá ezt megcsinálni. Na jó, foglaljon helyet, dezinfikáljon ott. Hihetetlen kora reggel. Ezért gyűlölöm a hétfőge reggeleket. Kizárólag ezért, mert mindig jön valaki hozzám ilyen, aki így kezdi a hetemet. Akkor magyarázza meg valaki nekem, hogy milyen legyen a péntek. Már hétfőn reggel ilyesmivel kell kezdeni. Azt mondtam, ez krumplit, ami ennek ott van. Krumplit. Nem tudom ezt, hogy így. Figyelj, én nem tudok varázsolni. Magyarázza el nekem, hogy minek akar olyan körmöket. Hova? Aha. Lagzi. És miért fontos önnek annyira, hogy körmei legyenek? Nem jól van azon? Miért nem tesz rá egy kis körömlakot? Én tegyem azt is. Hosszunká. Hihetetlen. Na jó, akkor most így mielőtt én nevel pakolnák oda valami körömlakkal, bepiszkítanám az ujjaimat, én közben megcsinálom a magam éppen. Én sem érek rá. És picit beszéljen nekem az életéről. Hogyan telnek a nap? Krumplit? Ön szokta pucolni? Vagy miért vesz? Vagy azt mondta? Resti bejár kajálni, vagy ön főz? Mosogatógépe van? Nincs. Akkor nem tudom, hogy akarja ön ezt. Most képzelj el, hogy felpakolom a nagyon drága körmeimet, amik itt vannak nekem Franciaországból. Felpakolászom. Kínlódok vele. És az asszonka majd szépen lemosogassa ezt ilyen szerdán, mert nem lesz ott. Lekoptassa. Ide tetszik tudni, olyan nők járnak, akik nek van valami élet stílusa. Igen, csak is kizárólag olyanok jöhetnek.
kívánt megsérteni, de muszáj. Figyelj, engem az nagyon fel tud idegesíteni, amikor én hétfőn reggel 5 óra, 6 óra, 7 óra, 9-ig ilyesmivel kell kezdenem a napot. Érte. Nem tudom önt lebeszélni róla, ugye? És nem, mert lehet, hogy megvárjuk még a kolléganő véghez. Mi? Nekem muszáj. Már vásárolni, vagy valami, hova megyen innét, hova tetszik menni ezután, azokkal a körmökkel, az új körmökkel, fodrászhoz. Van időpontja az orvosnál, a fodrásznál, meg az orvosnál. Ott döntsünk, azok, akik hozzám járnak, nem járnak orvoshoz nagyon, még nincs rá tűnni. Szóval a podrászhoz menjen innét. És mit akar a hajával? Sst. Haja se van. Hogy a feltetei. Értem. Én ezeket a dolgokat nem, én most nem érek rá, én a saját magamét először is meg igazítom, mert a hétvégén voltam egy bulin, és ott eléggé tönkre ment. Nem, első neki. Figyelj, ha én úgy akarom. Nem fog senkit pattognani. Parancsa? El is hiszem, hogy panasz tesz. De kinél? Van valakinél panasz tesz? Nekem is. Jó, most ön véget ide olyan nagyot tettem, hogy már ronda lett. Nézzi már, mit csináltam. Hihetetlen ez az asszony. Parancsa? Én nem tudom, én így ideges vagyok reggel hétfőre. Nem tudom megtalálni azt az a bizonyos körmet. Pillanat. Rögtön. Nem lássa a dolgomban. Elnézést. Úgy gondolta, hogy bejön és besétál, és itt rögtön zötten mindjárt kézbe van véve, és rögtön kézben vannak a körmökre. Megvan hozzá az eléggé megfelelő intelligenciája. Először is nálam ez így működik. Van a telefonom, beleütöm, hogy annyi-e. Figyeljen! Kiépítette a láncidat. Hidat. Margit hidat. Kiépítette. Akkor mellékíró írta. Mi? Nem, én csak beszélgetünk itt.
ez is nem ragad önvéget. Önvéget nem ragad ez sem. Hihetetlen, hogy mi akkor a reggel ilyesmikkel kell foglalkozni. És figyelj, figyelj, én mutatok önnek egy pár körömlakkot, és ön megmondja nekem a színét. Nem komolyan, a színvakokkal is volt már dolgunk. Tudom, hogy léteznek olyan emberkék, akik nem tudják a színeket. Úgy hívják őket, hogy analfabéták. Jó, elhiszem. Vagyis nem hiszem el. Én végeztem. Nézze. Ez fehér, ugye? Ez milyen színű? Haszonka. Milyen csont? Milyen csont? Esküszöm, hogy csont. Fehér, könyörgöm, mondja, hogy klasszikus fehér. Árnyalat. De nem az, azt mondja a fehérre, hogy csont színű. Ez kell nekem itt a hétfő reggel. Ezekből melléket választja. Mellék passzol önnek. Nagy, kicsi, picike. Mutassa azt a komplet. Választott. Melléket gondolja. Nagyságot kérdeztek. Ez milyen színű? Elefánt csont, vagy mi ez? Vagy ez már valami teknős csont lesz? Milyen színű ez? Aha. És milyen rózsaszín? Nem elefánt. Hagyjál te békén. Dolgozol, nem? Akkor miért tavatkozol belénk? Ez milyen színű? Nem zöld. Szín van. Nem azt mondta a kékre, hogy zöld. Ez kék, azt mondta. Kék. Kék. Sa. És akkor én most önnek csináljak ilyen kéket. Ez a rózsaszín lesz. Mindjárt keresek önnek. Ez önnek ilyen. Ilyen test színű, de rendben. Lehetne. Ugye? Mutass a saját kermét először is. Nem építünk, csak úgy, ingyen. Pillanat. Na, mutassa ide a kis ujját. Ez a komplet. Hogyan? Azt mondtam, a körömlakokban van egy bizonyos alkohol. Az természetes dolog. És ön nem panaszkodott itt, mert megzavart engem. Na, ez a kettő elég. Aztán
azért tudja mondani, mert én mondtam elsőnek. Egy pillanat. Várjunk csak egy pillanatra, mert ez is bejön, minden bejön. Nem hiszem el, esküszöm. Mivel legyen már le annyira? Annyira nem jó. Én ezt le szeretném venni, és akkor felragasztunk, de nem jön, nem jön. Aha, képzelj, hogy jön. Nézze, szívem. Jó, de csúnya lett. Most ez is maga véget lett, csúnya, nézze, mami, ez. Le kell nyírni. Jó, nézze már. Na, ilyet csinálok önnek, ha megfelelőd. Ilyen semmit. Aztán én ezt lenyírom. Akkor én ezt most magamról leveszem, és felveszem önnek. Jön a körömmel együtt. Esküszöm, hogy a körömmel együtt jött. Na jöjjön én, mert az arcára ragasztam. Na. Ugye? Ezt a te kis lányod hagyta itt. Jó, majd megveszem neki. Te kis lányom. Tudom, hát... Hol vetted? A kínaiba vette? És miért nálam volt ez a... Ez használhatatlan. Az asszonkának tetszik. Nem tetszik. Ez csak próba, könyörgöm. Na, jöjjön már ide. Mindent megmutatni, mi mindent. Tudod, most már teszte nekem itt a kolléganőm. Mindenki tudja most már. Ez az lényegtelen. Körönlakot.
Körömalakra vágyik. Körömalakra vágyik az asszonka. És a tegez már jó ki van merülve itt. Örülve. Így nyílik, igen. Miért? Miért zaklassa? Miért zavarja ezt? Azt majd én tudom, hogy régi vagy új vagy. Nézze már, mi történt. Júj, lassan. Beleragadt, itt beletört. Azt a jegyse láttam, ami gyere már, nézd meg, olyan nevetség. Komolyan látott van ilyet. Benne ragadt. Valahogy ki kellene bennem, és ezt fel kellene bennem. Nekem most ezt kell hallgatni. Igen. Útárlás. Ha jöjjön ide az ujjaival, szeretném ezt a mai napot befejezni. Ezt a jó nagyot ráteszem, még ráteszem. Nem, az véletlen volt az a körömlakot. Köszönjük. Jó. Tudja milyen. Ide rakom magamnak addig. Nagyon nehéz. Így néz ki, oficiálisan. Még ilyen motorosakat reggel 6 órakor. Még aludnom kellene ilyenkor ebben az időben. Ezt is érintezem magamnak fáradni. Meséljen magáról. Fogta a körmeit reszelni, ollót használ, cipászt, ott szokta így levágni a körmét. És így a körömreszelőt használja? Így történt már olyan nem, hogy beakadt a ruhába, vagy a hajába, vagy valahova, és ezt meg kellett leszelni picit. Nem történt még ilyen? Nem, érdekes, beszakadt a körme. Ja, olyan kocsi beszél? Majd meglássuk, hogy hogy fog ragadni az ön. Újacskájaj. Mit? Mutassa a kis ujjait. Mutassa az asszonka. Szóval, és akkor közben egy kis körömlakot is tesszük ilyen fehéret.
Ilyen színű. Sárga, nem. Csontszín, hogy öntött. Nem, ez már fehér. Ez fehér. Na, az jó ritka, nem? Nézd, ez badonatú. Egyik. Másik. Már most elfáradtam. Így, közben. Hogy? Értem. Na jöjjön akkor a feketét. Berakasztja. Ez csinos lenni. Még egy pici fehér. Tudja, mit van itt nekem. Kicsike, picike, pöccinti. Pirosból. Pici. Na és akkor. Na jó. Még egy utolsó. Már azt hittem, hogy végezt. Nem maradhatnak. Ajaj. Megfele, csináljon így. Anya, így. Szárítunk. Még mindig szárítunk. Aztán kopogtassunk. Picikét. Teszteljük az erősséget. Egy picit olyan lett az olyan, nem baj. Így. Próbálgassunk mindenhonnan. Már saj, nekem jól ragad az öné. Nekem is hozzatok egy hamburgert. Vagy egy salátát. Cézár salátát, croissantot, hozzatok nekem kávét, annyira álmos vagyok itt. Még mindig szárítunk. Veszem azt a tartal. Hogy, hogy. Megtörténik. Megtörténik ilyen. Sajnálom, nekem jól ragadt. Ebből nem adok önnek. Ez drága. Francia.
Nos, akkor... Miben fizet? Készpénz vagy kártya? Akkor teheti oda. Érintse, kérem a kártyáját. És a borra valót nyugodtan ide leteheti a tálkába. Jó, de szemtelen. Jó, de nagyon szemtelen az a szunka. Akkor nem kapok borravalót, Mária, még ne menjen sehova, azt meg kell beszélnünk. Nem kapok borravalót. Miért? Pedig én olyan kedves voltam benne. Figyeljen, ön volt az első kliensem hétfő, kora reggel, éhesen, romjasan, félig álmosan még, és akkor krumpli ujjak. Tudja, mit menjen akkor. Na, viszont nem látásra. Juliska, megyek haza. Alszok még egy órát. Na, csak.